Jó napot kívánok, kedves nézőink! Üdvözöljük Önöket a Gödöllőnet TV következő adásában. Amikor ez a felvétel adásba kerül, akkor éppen egy hónap lesz hátra az önkormányzati választásokig, úgyhogy miről másról is beszélhetnénk itt ma, mint az önkormányzati választási kampányról. És szeretettel üdvözöljük a stúdióban két vendégünket, akik önkormányzati képviselőjelöltek, és a kampány kellős közepén tartanak. Kristóf Etelka, aki volt már képviselő, és most frissen újra beült a képviselő testületbe, erről mindjárt kérdezem majd, és Fábián Bertalan, a Török Ignác gimnázium nyugalmazott igazgatója, aki szintén képviselőjelölt és a kampány közepén tart. Etelka nem olyan régen a megüresedő önkormányzati képviselői helyére ült be, Pejhe József halála után. Milyen érzés volt visszatérni a képviselő testületbe? Hát először is nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a listáról én kerülhettem a Józsi helyére ez a szomorú hír kapcsán. Hát tulajdonképpen ez jó érzés, hogy ott folytathatom azt, amit 9 évig mint testületi tag megtapasztaltam, és szolgálhatom továbbra is ugyanúgy a közügyet. Mint képviselő, önt úgy ismertük meg, hogy egy ilyen csendesebb, inkább a bizottsági munkában vagy a háttérben dolgozó képviselő. A kampányban nem feltétlenül az ilyen típusú személyiségek kerülnek előtérbe, az ön ellenfele, például Kocsi Tamás, ez megfelelően harsány képviselő. Hogy lehet ilyen módon kampányolni, milyen stílust kell fölvenni, lehet a személyiséget váltani akkor, amikor a kampány időszak elkövetkezik? Igen, csendes képviselőnek ismertek meg, és én ezt vállalom is, és nekem inkább fontosabb a teljesítmény, mint a hangzatos szavak. És mint ahogy az előbb mondtam, hogy a politikát azt kerülöm, és én úgy érzem, valóban a politikában ott a hangadók azok, akik teljesítenek, vagy akik előtérbe kerülnek. Én viszont, mivel teljesítményre, akkor inkább a hangzatos szavakat én mellőzöm, és inkább dolgozom. Ez volt a jellemző abban a 9 évben is, amikor... Abban a 9 évben is ez volt a jellemző, és én ezt is tudom továbbra is ígérni, hogy elérhető leszek, megtalálom a kommunikációt, hogy tudjam tartani a kapcsolatot, mert most viszont azért többen jelezték, hogy az elmúlt ciklusban egy kicsit láthatatlan volt a képviselő. Én szeretnék ott a központban lenni, és ez mondjuk alátámasztja a pénzügyi műszaki irányultságom is, hogy én inkább ezeket a teljesítményre törekszem, és nem a szavakra. Azt jelenti, hogy ha bekerül az önkormányzatba, akkor is valami ilyen bizottsági területen kíván dolgozni? Igen, hát mindenféleképp én szeretnék, igen, akár a gazdasági, akár városfejlesztés, vagy szociális, ami még nagyon közel áll hozzám, amit 9 évig tulajdonképpen bizottságban vittem bizottsági elnökként. Fábián Bertalan szintén kampányol, sőt én jelen voltam egy rövid ideig a csanaki majálison, ahol elég szép számú vendég is érkezett. Ez úgy tűnt, hogy egy sikeres esemény. Milyen tapasztalatokat gyűjtött a választókkal találkozva? Hát ez legalább 3 részre szét lehet bontani a kampány során gyűjtött tapasztalatokat, legalábbis az eddigi tapasztalatokat. Az egyik, hogy az idősebb korosztály az főleg a szolgálatot olvassa, és a szolgálatból tájékozódik. És abból mindent elolvasnak, átnéznek, és mindent tudnak. A fiatalabbak azok inkább az internetes világban, az elektronikus médiákon keresztül szerzik be az információkat, de azért nem lehet elhagyni a személyes találkozást. Tehát feltétlenül kell találkozni az emberekkel, minél több választópolgárral. Ez a csanaki majális is egy ilyen lehetőség volt. Etelkával közösen szerveztük ennek a városrésznek, ami egy picit távolabb esik a központtól, ezért a központi rendezvényekre is nehézkesebben jutnak el, leginkább gépkocsival tudnak bemenni. És hát úgy terveztük, hogy elsősorban gyerekes családoknak. Aztán érdekes módon megjelentek a nyugdíjasok, már ők reggel 9-kor ott voltak, kutyát sétáltattak, bejöttek a játszótér, a kutya kint maradt, és érdeklődtek, hogy mi lesz itt, hogy lesz, aztán délelőtt visszajöttek. Természetesen a gyerekes családok közül sokan a játszótérre jöttek, de mikor látták, hogy ott mindenféle attrakció készül,
ügyességi pálya, tollas pálya, tekbólasztal, röplabdapálya, focipálya nyilván nyitva volt. Így maradtak, vagy visszajöttek. És aztán természetesen jöttek azok, akiknek személyesen szóltunk, hogy szeretnénk velük ismét találkozni. Egy nagyon jó hangulatú rendezvény volt, miközben a központi rendezvények, a május 1-i rendezvények a város központjában, a művészetek háza környékén zajlottak. Attól mi még nagyon jól éreztük magunkat itt a Csanaki játszótéren. Etelka, ez egy politikai műsor, úgyhogy politikáról fogok most kérdezni, amikor a választókkal találkozik, akkor ott mi a fő téma? Hogy mi van a Fidesszel, meg a Magyar Péterrel, meg az ellenzékkel, vagy pedig, hogy mi van a Királytelepen, vagy mi van azon az Antalhegyi körzetben, milyen problémákat kell ott megoldani. Mi az, ami a dolognak a politikai részét illeti, mi az, ami fontos ilyenkor? Számomra is, meg szerintem a lakóközösség számára is a problémák a fontosak, és én nagyon kerülöm a politikai megnyilvánulást, nem is szeretném, de a lakókat sem ez foglalkoztatja, hogy mi van Magyar Péterrel, mi van a Fidesszel, hanem hogy milyen problémák vannak, milyen megoldandó problémák vannak a területen. Lehet erre egy példát mondani, hogy ott az Antalhegy Királytelep környékén mi az, ami fölmerül, ami fontos? Igen, több minden van, például a sebesség korlátozást nagyon szeretnék, akár az Ibolya utcában, akár a Batthyány utcában. Fölmerül a vízelvezetés, a járda felújítás, járda építések. Úgyhogy ezek az, hogy általánosan igen. Batthyány utca az egy jó, hosszú, egyenes igen, utca, és igen, a szeretnek megindulni az igen, autó. Igen, és akkor erre ígéretet is kaptunk, hogy ilyen sebességmérő boxokat majd lehet telepíteni oda, és akkor azzal... Olyat, amelyik írja az aktuális sebességet, és közli, hogy lassítsak? Nem, hanem ami beméri, és állítólag ez összeköttetésbe lesz a rendőrséggel, és akkor soha nem lehet tudni, hogy melyik boxba lesz sebesség. Hát ez már olyasmi, mint egy választási ígéret, vagy egy választási program, hogy itt a sebességet lecsökkentem. Igen. Van ugyan ilyen vagy hasonló probléma a Csanakban és a Kertvárosban, a másik választókerületben? A Kertvárosban sok rövid utca van, gírbe-gurmák, ezért ott a gyorshajtás talán nem olyan nagy probléma, de a Csanakban igen, ott is jelezték már ezt, és én is beszéltem erről a telepíthető boxról, amiről nem lehet tudni, hogy éppen mérre vagy sem, de időnként mér, és a mérések azok valóban a rendőrséghez kerülnek, és ennek büntetése következménye. Úgyhogy nagyon remélem, hogy erre sor kerül, és ez valóban megjelenik az utcákon. Nem volt furcsa, igazgató úr, más szerepben föltűnni most a lakosság, a barátok, a választók előtt, hiszen eddig egy iskola képviseletében vagy magánemberként, most viszont egy politikus jelöltként beszélt ott a körzet választópolgáraival. Én azt tapasztalom, hogy ezt nem lehet külön választani. Tehát aki ismer, aki tudja, hogy ki vagyok, az ugyanúgy viszonyul hozzám, attól függetlenül, hogy én most önkormányzati képviselő jelöltként a Lokálpatrióta klub színeiben indulok, nem zavarja őket, nem borulnak a nyakamba ezért, hogy jaj, de jó, meg fogom váltani a Lokálpatriótákat, és nem szidnak érte, talán a hátam mögött se, hogy mit képzelek én, hogy ide álltam. Én azt gondolom, hogy azt fogom képviselni ezután is, amit eddig képviseltem, és azért 36 év áll mögöttem, amit Gödöllőn végig dolgoztam a Török Ignác gimnáziumban. Hát azt hiszem, hogy az elég biztonságos alap ahhoz, hogy most egy másik út elején legyek, aztán remélem, hogy ezen az úton végig tudok majd menni. Ezekben a napokban érettségiznek a gimnázium diákjai, meg volt a ballagás, és hát ez az első ballagás, és ez az első érettségi, ami már igazgató úr nélkül zajlik, hiszen áthatta a stafétabotot. Milyen kívülről nézni ezt a folyamatot? Ez annyira jól sikerült, hogy még a ballagáson sem tudtam részt venni. Egy családi elfoglaltság miatt ezt a péntek esti vagy délutáni programot ki kellett hagynom. Hát az érettségi az már egy másik dolog. Most már nincs bennem az a feszültség, az az izgalom, ami mondjuk szeptemberben még jellemző volt a mindennapjaimra, hogy jaj, menni kéne, hogy csinálni kéne valamit, de hát nem az én dolgom. Úgyhogy elég nyugodtan szemlélem.
A mai napot különösen nagy, azért izgalommal vártam, hiszen érettségének pont a magyar nyelv és irodalom tantárgya az, ami a legtöbbet változott a 20 évvel ezelőttihez képest. 20 éve vezettük be az előző, akkori új NAT-hoz kapcsolódó érettségit. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy milyen feladatsort sikerült összeállítani, hiszen előzetesen összesen egy minta feladatsort láttak a magyar szakos tanárok, a többit azt úgy ők maguk kikombinálták, hogy ha ilyen volt a minta, akkor vajon miket lehet még kérdezni, mire készítsük fel a diákokat. Úgyhogy azért ezt a részét nagy izgalommal várom, hogy vajon mi jelent meg a feladatlapokban. De ide kapcsolódó kérdés, hogy tudjuk, hogy az oktatás állami feladattá vált, az önkormányzatnak valami kevés szerepe van most már ebben, se nem iskola fenntartó, se nem a pedagógiai program része, de hogyha bekerül az önkormányzatba, akkor tud-e valamit az oktatás területén dolgozni? Van-e olyan mesdje, ahol egy önkormányzati képviselő, vagy maga az önkormányzat az oktatás területén tudja javítani a helyzetet? Szerintem van. Az oktatás ügynek van mindig olyan problémája, hogy mi az, amit nem tud fölvállalni. Tehát mindig behozunk új dolgokat az oktatás ügybe, és mindig maradnak hiányos területek. Nekem nagyon hiányzik az, hogy a fiatalok hiába tanulnak történelmet, meg állampolgári ismereteket, meg egyebeket, nincsenek fölkészülve például egy ilyen választási időszakra. Nem tudják, hogy mi történik. Ez nincs a tankönyvekben. Nincs ennek egy forgatókönyve, nem ismerik ennek a jogszabályi hátterét, és azért sok ehhez hasonló dolog van. Most már erőlködünk rajta, hogy pénzügyi ismereteket tanítsunk a gyerekeknek. Az összes bank megkeresi az iskolákat, hogy ő ebben segít, de azért ez sem elég még, tehát ott is olyan ismereteket kéne átadni, ami hosszú távon érvényes. Nekem az utóbbi időben az egyik rögeszmém az oktatással kapcsolatban, hogy valamiféle jogi alapismereteket tanítani kell, amire aztán az egész civil életét fogja építeni egy-egy ember, fiatalon, idősen, bárhogy, mert a jogrendszerben nagyon nehéz tájékozódni. Ehhez biztos, hogy lehet önkormányzati segítséget találni, akár forrásokat is, de például egy választási időszak előtt mondjuk a jegyzői irodának arra teremtünk alkalmat, hogy egy-egy iskolába elmenjen, és akár a jegyző, akár a helyettese, valaki beszéljen a gyerekeknek erről, hogy mi ez. A parlamentben egyébként folyik egy ilyen. A parlamentben be lehet vinni diákcsoportokat, ezt a Török Ignác gimnáziumból rendszeresen megcsináljuk a 12-esekkel, ahol az országgyűlési választásokról nagyon részletes tájékoztatót kapnak. Tehát aki ott figyel, az fogja tudni, hogy 18 évesen mit tehet, mi a dolga, vagy mi az, amiről ő lemond. És ennek a mintájára akár az önkormányzat is csinálhat ilyen programot. Igen, lehetne, érdemes volna ezzel próbálkozni. Te akkor említette, hogy már sokszor hordta ki a gödöllői szolgálatot, és ismeri a választókat, sőt, ha jól tudom, az egész család aktív ebben. Mi volt a benyomás a választókkal találkozva? Igen, hát az elmúlt hetekben nagyon sokat jártam a területet, úgy, mint 5 éven keresztül hát a szolgálatot is én hordtam, úgyhogy már onnan megvolt a kapcsolatom, nagyon sok emberrel találkoztam, pozitív érzéseim voltak, és nagyon biztattak a támogatásukról, amit az aláírásgyűjtés megkezdésekor tapasztaltam is, hiszen többszörösét tudtam gyűjteni, mint amire szükség lett volna. Van olyan speciális dolog a szociális témában, ami a választókerületet érinti? Milyen ott az ellátás mondjuk óvodai helyek tekintetében? Hát a választókerületben van a zöld óvoda, amit most a következő ciklusban terveznénk felújítani. Egyébként igen, mert elég sok nyugdíjas lakik ott. Szerintem nagyon fontos ott is ezeket a szociális munkákat kiterjeszteni. És a nyugdíjasok, ne felejtsük el, elég aktív választók is. Sikerült velük személyesen kapcsolatba kerülni, és mik voltak a benyomások? Igen. Hát én úgy érzem, hogy nagyon könnyen megtalálom a nyugdíjasokkal és a fiatalabbakkal is a hangot, úgyhogy én nagyon sok nyugdíjassal beszéltem, és nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki. Fábián Bertalan, milyen tapasztalatokat szerzett ebben a szociális szférában? Látható-e az, hogy milyen feladatok keletkeznek ott a választókerületben?
Van egy érdekes megfigyelésem, hogy egyre több a négy generációs család. Ami azt jelenti, hogy a 80 év fölöttiek, sőt 90 év fölöttiek is élnek a választókörzetben Gödöllőn sokan. És ugye a gyerekeik, az unokáik, a dédunokáik is valahol itt vannak, de természetesen nincs négy generációs együttélés, vagy ez nagyon ritka. Már a három sem olyan jellemző. A három sem jellemző. Éppen ezért nagy szükség van arra, hogy az idősekkel foglalkozzunk még intenzívebben. Nem csak azért, mert ők a legaktívabb választópolgárok. Ez is természetes, hiszen ők sokat vannak otthon, rádiót hallgatnak, tévét néznek, újságot olvasnak, tehát ők gyűjtik az információkat, és természetes az is, hogy valahova leteszik a voksukat. A másik szociális kérdés az pedig mondjuk éppen a Csanaknál válik fontossá, hogy a kisgyermekes családokon hogy tudunk segíteni. Nagyon jó kezdeményezés a Pedibusz mozgalom, de hát a Csanakból a Petőfi iskoláig elsétálni az elég tekintélyes távolság, már pedig a Csanak egy része a Petőfi iskolához tartozik, mint körzet. Lehet, hogy egyszerűbb volna, hogyha a Damjanicshoz tartozna, oda azért a előbb említett hosszú egyenes Batthyány utcán végig lehetne sétálni kis csoportokba a gyerekekkel. Gödöllő kerékpáros város, bár dimbes, dombos, de most már azért a kerékpárok jók, úgyhogy fölfelé is lehet velük tekerni. Erre is nagyon oda kellene figyelni, hogy azok a bizonyos kerékpárjelzések, amik sárga festékkel fölkerültek az aszfalt, azok már megkoptak. Nem mindenütt látszik, illetve az autósok úgy tesznek, mintha nem látnák. Én is autós vagyok, tehát ezt önkritikaként is mondom. Tehát erősíteni kéne a kerékpárosok védelmét, hogy a gyerekek bátrabban ülhessenek biciklire, akár a Csanakból a Petőfi iskolába, vagy a Törökbe el lehessen tekerni. Tehát vannak olyan problémák, vagy olyan kérdéskörök, amik nem pénzbe kerülnek, hanem szerintem odafigyelésbe. És ha figyelünk ezekre, akkor sokat tudunk segíteni. Mindkét választókerület családi házas övezet, nincsenek lakótelepek, és ugye az egyedül maradó nyugdíjasok egy ekkora családi házban, ez egy elég jellemző életforma. Vajon megfelelő figyelem fordul-e rájuk? Lehet ezen javítani? Tehet-e valamit egy önkormányzati képviselő, hogy számon legyen tartva az a egyedül élő nyugdíjas, akinek ott el kell látnia magát, fűtenie kell, el kell látnia a házat? Lehet-e valami programot erre kitalálni? Hát én úgy gondolom, hogy igen, de én azért azt vallom, hogy elsősorban ez a család odafigyelése, és másodszorban az önkormányzat is. És az biztos, hogy a szomszédok nagyon tudnak figyelni. Ezt saját családi tapasztalatom alapján tudom, hogy azért a szomszédok is tudnak figyelni és jelezni az önkormányzat felé, hogyha ilyen felmerülő probléma van, mert azok közelebb vannak, és csak úgy tud eljutni az önkormányzathoz, hogyha jelzik felé. Én is azt gondolom, hogy nyilván nagy felelősség van a családokon, de hát ez, ha távol élnek, akkor már nehézé válik a dolog. Még csak azt sem mondom, hogy ez az önkormányzat dolga. Ez elsősorban a választókerületi képviselő dolga, hogy induljon, eljárja végig, nézze végig a családokat, keresse meg azokat az időseket, akiknek valamilyen segítségre van szüksége. Nekem, amióta bevezettük a Török Ignác gimnáziumba is, illetve kötelezővé tették az 50 órás szociális munkát a diákoknak az érettségi feltételeként, azóta próbálkozunk, és ezt folytatni is fogjuk, hogy ne csak ilyen alkalmi feladatokra vállalkozzanak a gyerekek, hanem találják meg az ilyen nehéz sorsú idős embereket, akiknek lehet, hogy az is sokat ér, hogy valaki egy fél órára oda megy hozzá beszélgetni. Még csak vásárolni se kell, még csak gyógyszertárba se kell menni, csak valaki nyissa rá az ajtót és beszélgessen vele. Konkrétan a mellettem lévő házban, a mellettünk lévő házban egy olyan idős néni lakik, aki nem tud kijönni a lakásból. És látom, hogy minden nap a kettővel odébb lakó szomszéd átsétál hozzá, bemegy hozzá, beszélgetnek, ha kér valamit, akkor természetesen viszi, de minden nap megy, és minden nap megnézi, és minden nap beszélget vele legalább egy fél órát. Ezt a fiatalok is meg tudják csinálni. Tehát ha jól értem, ez egy össztársadalmi feladat, amiben a családok, a szomszédok és hát az állam, az önkormányzat is szerepet játsz. Ez nyilvánvaló, hiszen
Ez egy össztársadalmi probléma. Idősödik a magyar társadalom is, mint ahogy az egész európai társadalom. Erre valahol föl kell készülni, és erre a fiatalokat kell fölkészíteni. Ez az ő feladatuk lesz. Már ma az övéké, de a jövőben még inkább rájuk vár. Majd a távolabbi jövőben pedig őket kell majd hasonlóan figyelni. Hát, igen, én is magamra is gondolok, hiszen már nyugdíjas vagyok, úgyhogy... Érdekes ez a választókerület, kicsit átrajzolták most a határait, de a jelenlegi képviselő az nem indulott újra, viszont egy nagy csata várható, hiszen Debreceni Attila az ellenfél. A jelenlegi képviselő Epres György az ön mellett tette le a voksát. Ez hogy alakult? Hogy sikerült megnyerni az ő támogatását? Hát ez nekem Epres György képviselő úr valamikori szülőm. Mindkét lányát tanítottam a Török Ignác gimnáziumban, akkor még magyar szakos tanárként dolgoztam, és nagyon jó viszonyban voltam a lányokkal is, illetve hát a szülőkkel is, hiszen a két lánynak a különös karrierje, akkor még különösnek számító karrierje már gimnázium években indult. Bár a Panni nehéz helyzetben volt, mert azt kellett eldöntenie, hogy NB1-es kosárlabdázó legyen-e, vagy pedig hát manökenként fusson be világkarriert. Aztán ő a másodikat választotta, azt hiszem, hogy mindannyiunk szerencséjére, bár biztos, hogy kosárlabdázóként is sikeres lett volna. Tehát én Epres Györgyöt, Gyurit azóta ismerem, körülbelül a 90-es évek közepe óta, és számtalan alkalommal találkoztunk. Én is tudtam, hogy ő mivel foglalkozik, nyilván ő is követte az én karrieremet, az én pályafutásomat. Én nem lepődtem meg ezen, hogy ő mellém áll, vagy mögém áll, hiszen nagyon jó volt a viszony köztünk. Ő ismert engem, tudta, hogy milyen vagyok, tudta, hogy ki vagyok. Hogy az ő politikai mozgása honnan, hová tartott, és miért váltott, vagy miért hagyott ott egy társaságot, ez az ő magánügye. A mi jó viszonyunkat azt sem változtatta meg, amikor ő képviselő volt, és azt sem, amikor ezen változtatni akart, illetve amikor lemondott erről a lehetőségről. És vajon az, hogy ő ezt kinyilvánította, ez ténylegesen szavazatokban is mérhető támogatás lesz? Én biztos vagyok benne, hiszen az ő személyisége szerintem Gödöllőn mindenütt ismert. És őt nagyon, nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik, nagyon népszerű ember. Tehát biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan barátja, ismerőse van akár a választókörzetben is, de akár az egész városban, akik, ha ő szól, vagy ő kéri őket, hogy támogassanak engem, akkor mellém állnak. Még akkor is, ha személyesen nem találkoztunk még eddig. Tehát az látszik, hogy egyes választókerületekben egészen sok képviselőjelölt lesz, különféle mozgalmak, pártok, vagy akár független jelöltek személyében is. Sikerül már fölmérni a konkurenciát, és hogy látszik a választók véleményéből, hogy mennyire figyelik ők, mennyire tartják számon, hogy ki indul, ki milyen színekben indul? Hát én az, hogy ki milyen színekben indul, nem tartom túl fontosnak, mert én úgy gondolom, hogy kettő az, aki súlyosabb, az egyik a Kocsi Tamás, a másik tulajdonképpen én, és ezt majd a választók eldöntik. Én nagyon sokat beszélek velük, nagyon megkedveltek, többen megkeresnek személyesen, én is, és majd meglátjuk. Nem tulajdonítok nagy jelentőségét annak, hogy hányan indulunk. Viszont az látszik, hogy Gödöllő már megint különleges ebből a szempontból, hiszen az országos politikai viszonyok itt nem képeződnek le. Hát csak egy példát mondjunk, a Fidesz hivatalosan nem indul Gödöllőn, de ugyanígy nem indul Gödöllőre a Tisza párt sem, a nagy és új feltörekvő politikai mozgalom. Milyen hatása lehet ez a gödöllői eredményekre? Én szerintem ez pozitív. Tudnélik, főleg a fiatalabb korosztály, de azért nagyjából már mindenki kiábrándult ebből a furcsa, állandóan kétharmados többséget hozó pártpolitikai rendszerből. Aki egy picit figyel, meg aki gondolkozik azon, hogy mi zajlik az országban, az most már elég pontosan látja, hogy egy olyan központosítás zajlik, ami
egy picit hasonlít a Kádár korszakra, hogy mindent államivá teszünk, de hát ezen túllépünk, hiszen kapitalizmus van, ezt az államosított vagyont odaadjuk egy szűk ismerősi körnek, szétosztjuk. Tehát a magyar állam vagyona szép lassan átvándorol magánkézbe. És amikor már a személygyűjtéstől, a benzinkutakig, a nem tudom én, a egyetemek. Kőolajtól az egyetemekig, minden magánkézben van, és minden egy körülhatárolható csoport kezében, akkor azért azt gondolom, hogy sokan elgondolkodnak ezen, hogy ez így normális. Hozzáteszem, az önkormányzatiság is nagyon-nagyon sokat sérült. Én a 90-es évek elején voltam önkormányzati képviselő Pécelen, és nagyon szomorúan láttam azt, hogy hogyan lehet vezetni egy települést, hiszen Gödöllőn dolgoztam, Pécelen éltem, és roham léptekbe szaladt el Gödöllő Pécel előtt. Futott, és Pécel meg egy helyben toporgott, vagy inkább visszafelé. Tehát láttam azt, hogy lehet egy várost intelligensen, értelmesen, okosan vezetni, irányítani, úgy alakítani a közösségeit, a kultúráját, az oktatási rendszerét, ami előre visz. És ez most megállt, amióta a városi bevételeket egyre inkább központosítják, viszik a központi költségvetésbe, amióta a különböző nagy önellátó rendszereket, mint például a nyugdíjrendszer vagy az egészségbiztosítás, ezekből adóformában egy állami bevételt csinálunk. És aztán, hogy jövőre mi lesz az állami bevétel az egészségügyben, az majd kiderül, majd utána szétosztjuk ebben a szűk körben, akkor azért azt érzi az ember, hogy egyre kevesebb pénz jut a településeknek. Persze, vannak pályázati rendszerek, pályázatokon keresztül lehet pénzhez jutni. A pályázatokban általában megmondják, hogy mire adták a pénzt, és azt sem nehéz kitalálni, hogy ki fogja nyerni a pályázatot. Tehát nagyon-nagyon furcsa politikai rendszerben élünk. Én már nem gondolom azt, hogy nekem kellene most ilyen országos politikai pártokba beszállni és ott szerepet keresni. Ezt is kipróbáltam a 90-es évek elején. Nem rám volt szükség. Valószínűleg nem kerültem. Ez melyik párt volt? Hát akkor alakult Magyar Néppárt. Magyar Néppárt, Nemzeti Parasztpárt, amivel még a 89-90 januárjában még 7%-on állt ez a párt. Aztán különböző okok miatt elsorvadt. Ma már történelem. Ma már történelem, sőt, hát ma már nem is nagyon emlegetik történelemként se, mert ugye hát nem maradt fönn, lassan így fog feledésbe merülni az SZDSZ is, meg az MDF is, mert majd csak ott lesz a történelemkönyvben, hogy felsoroljuk, hogy volt ilyen. Az előbb azt mondtam, hogy Gödöllőn nem indul a Fidesz, de azt tudjuk, hogy a fideszesek azok indulnak egy civil szervezetben. Ez milyen hatással lehet a választásokra, Telka? Ha azt nézem, hogy nem merik fölvállalni azt, hogy Fidesz színekben indulnak fideszesek, akkor ott az már eleve az embert is mutatja. Hogy... Tehát ők ezt szégyellik, ez nem csak egy trükk, inkább egy választási trükk? Azt nem tudom, hogy ők szégyellik-e, hogy fideszesek, inkább én választási trükknek gondolom. Értem. Szerintem. A kampány hátralevő részére mik a tervek, milyen nagy rendezvények vagy megmozdulások várhatók még, milyen munkát kell elvégezni ahhoz, hogy sikeres legyen ez a hátralevő egy hónap? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb továbbra is az emberekkel való találkozás. Nyilván lesznek még szóróanyagok, illetve jönnek a szolgálatok. Én is 240 darab szolgálatot viszek a csanakba, Debreceni Attilának is én szoktam a postaládájába bedobni. Remélem elolvassa, és hát ez az elsődleges. Nyilván lesznek rendezvények, nyilván lesznek olyan közösségi megmozdulások, vagy akár valamelyik civil szervezetnek a szervezésében, ahova érdemes elmenni. Ránk, én azt gondolom, hogy ránk lokálpatriótákra az a jellemző, hogy mi mindenhol szívesen részt veszünk. Mi örömmel fogadtuk a Kemény Dénesféle rendezvényre is a meghívást, hiszen én is regisztráltam, szeretnék ott lenni, egy zseniális emberrel lehet találkozni, úgyhogy nekem mindegy, hogy ki szervezi, ha jó a rendezvény, akkor szívesen részt veszek. És gondolom, hogy a következő egy hónapban itt a jó idő, most már egyre több lesz a szabadtéri rendezvény is, egy hét múlva, ha jól tudom, a Vitrin Bean-nek lesz egy szabadtéri koncertje,
ha tehetem, el fogok menni, meghallgatom őket, hiszen Kósa Pistával, meg a feleségével, Beával egy hete még a Világot jelentő deszkákon szerepeltünk együtt a Ad Hoc Színház előadásán. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ők a másik műfajban hogyan alkotnak. Ismerem őket, tehát pontosan tudom, hogy hogy játszanak, de azért mégis érdemes őket újra meghallgatni. Etelka, sok kilométer van hátra, ha jól értem, hiszen az egy meglehetősen nagy és szétterülő választókerület. Milyen feladatok maradtak az elkövetkezendő egy hónapra? Hát csak is ezek a személyes találkozások, személyes kapcsolatok, megkeresem még akikkel nem találkoztam, legalábbis igyekszem a szórólapoknál felkeresni a választókörzetem minden lakóját. Igen, dimbes, dombos, jó kis kardioedzés, mire az ember följut az Erdőszél utca, Lomb utca, Panoráma utca, de én nagyon, nagyon szeretem, és én nagyon szeretem ezt a választókerületet. Hát akkor jó munkát kívánok, nagyon szépen köszönöm vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, és ez igazán nem a reklám helye, de a Gödöllői Szolgálatban ennek a beszélgetésnek is olvasható majd a kivonata, úgyhogy olvassák szeretettel. Köszönjük szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!